A Virágos Magyarországért szervezőbizottsága idén is meghirdette a Virágos Magyarországért versenyt, melynek célja egyebek mellett a kultúrát és vonzó országkép kialakítása, a településen élők összefogásának növelése és a környezet tudatos gondolkodás fejlesztése volt. Ez egy városnak a megméretése. Az idei évben a verseny legrangosabb díját, az Arany Rózsa díjat Székesfehérvár is elnyerte. Ezt az elismerést régiónként egy település kapja meg, amely évek óta kiemelkedő eredményt mutat fel a környezet szépítésben. A díj azért értékes, mert egy régiós díj, ami három megyét, Fejér megye, Veszprém megye és Komárom megyében jelentkezőket bírálta el, és úgy ítélt a szakmai bizottság, hogy ebben a három megyében Fejérvár volt, amelyik a legjobban teljesítette a versenybe előírt feltételeket. Kiemelt szempont volt a bírálatnál az óvodák és iskolák környezettudatos programjainak és eredményeinek értékelése is. Így nem csak a várost, hanem Fehérvár egy óvodáját is elismerésben részesítették. A Ne felejts óvoda hosszú évek óta tartó munkájáért a Nemzeti Erőforrás Minisztérium elismerő oklevelét kapta meg. A gyerekekkel való nevelési tevékenységünk azért mindig is célul tűzte ki, hogy szép környezetet, esztétikus, rendezett udvart biztosítsunk a gyerekeknek, és azt gondoltuk, hogy ez a virág, ez csak segíteni fog ezen. A versenyre egyébként 315 település jelentkezett. Fontos megemlíteni, hogy nem egy szervezet vagy intézmény kapta a díjat, hanem a Fehérváron élő összes polgár. A szakértő zsűri a város összképét nézte, a benne található előkertekkel, parkokkal és portákkal együtt.